A húsvéti készülődés jegyében telt a szombatavas is kanzemben, a tojás karcolásának, viaszolásának és patkolásának a titkait is megismerhették a múzeum faluba látogatók. A termelői piacon házi, natur és biotermékek közül válogathattak a házi asszonyok, de megkóstolhatták a tradicionális foszlós kalácsot és az ünnepi sonkát is. A húsvéti hagyományokról, szokásokról Horváth Sándor néprajzkutató tartott előadást.